Köszöntöm a Moson Magyaróvár Televízió nézőit, mai vendégem Babos Zoltán, a Lajta Duna Építés Vízszigetelő Kft. Ügyvezető igazgatója, tulajdonosa. Hát közelmúltban egy nagyszerű szakmai nívódíjat vehettetek át az épületszigetelők, tetőfedők, bádogosok és ácsok Magyarországi Szövetsége szervezésében, az az év tetője 2023 nívódíj pályázat, mégpedig azért, mert Magyarország egyik legújabb ikonikus épületének, a Néprajzi Múzeumnak a szigetelését az általad képviselt cég is készítette. Mit jelent ez a díj tulajdonképpen? Ez egy hányadik helyezés az év? Mert ez, nem tudom, tehát egyáltalán, hogy van-e ilyen, hogy ez hányadik helyezés, hogy mit jelent ez a díj szakmailag, de gondolom ez egy óriási elismerés a munkátok. Hát nyilván óriási elismerés. Ritkán adódik ilyen alkalom, hogy na, visszatérve a kérdésed, de másodikak lettünk körülbelül, ezt úgy lehet értékelni, mert az első díjat a Zeneháza nyerte el. De ilyen szerintem még az elmúlt 30-40 évben nem fordult elő, hogy egyszerre két ilyen rangos, jelentőségteljes, ikonikus épület épüljön egyszerre Magyarországon. Ugye aki ismeri a helyszínt, nagyon közel van egymáshoz a két épület ráadásul, és mindegyik a párját ritkítja, a gyönyörű. Voltam a Néprajzi Múzeum tetején, egészen elképesztő, olyan, mint egy óriási gördeszka pálya tulajdonképpen. Ezt tudom képzelni szakmailag, azt hogyan lehetett megcsinálni. Mesélj erről a munkáról, ha jól tudom, akkor 2020-ban kezdtétek el az építkezést, vagy hát a szigetelést. Igen, mondom, az igen. Építkezés már megvolt akkor. Hát maga az építkezés az úgy tudom 17-ben indult. A tetőszigetelés ebbe az építkezésbe 2020 áprilisában, májusában csatlakozott be, és onnantól egészen szinte az átadásig 2022 márciusáig ott voltunk. Hogyan értesült, vagy hogyan kaptátok meg a feladatot, és tudtad-e, hogy miről van szó, amikor, vagy meg kellett nézni, és akkor azt mondtad, hogy húha. Nem tudom, mondtál egyet, hogy húha. Nyilván már tudtam erről az épületről, hogy épül, hát szakmai berkekben ez már régi beszédtéma volt. Olyannyira, hogy ez az épület még nem is át, gyakorlatilag csak alapozták, és már akkor különböző nemzetközi díjakat nyert. Úgy tudom, hogy 18-ban is nyert egy nemzetközi díjat, talán a legjobb középületek kategóriában. Tehát ez egy világ... Viszonylagban ismert építkezés volt. És hogyan fogtatok hozzá a munkának, és milyen nehézségei voltak az építkezés fázisainak, hogyan emlékszel vissza rá? Igen, az előző kérdésedre még válaszolva, azért itt rendelkezni kell egy bizonyos szakmai múlttal. Ezt az épületet konzorciumban, nem tudom, mondhatom a nevüket, hogy persze, mondhatom. A Magyar Építő és az Áhév közösen konzorciumban nyerte el és építette fel. Én a Magyar Építős vonalat képviseltem, mert velük ilyen 12-13 éves szakmai múltra tekinthetünk vissza. Tehát akárkinek egyből egy ilyen jelentőség teljes épületet biztos, hogy nem adnak oda. Ugye ennek az épületnek a, hát nem is tudom, teteje vagy a szerkezete, mint egy félkörív, mint egy óriási ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt. Mint egy... Egész pontosan 1 kilométer átmérőjű körnek a 300 méternyi része a kerületének. Na és hogyan fogtatok hozzá a munkának? Hát próbáltunk, így visszaemlékezve, én próbáltam erre precedenst keresni a világban. Hát gyakorlatilag hasonló épület nagyon nincsen. Egyedül talán Norvégiában találtam egy szemét égetőnek a tetejét, ami hasonló elképzelésű, felépítésű. Azt úgy hasznosították, hogy egy lesikló pályát, műhavas, vagy minek igen, mondja, igen, egy igen, lesikló pályát létesítettek rajta. De ezen kívül más precedens erre nincsen. A tervezőknek volt egy határozott elképzelésük. Itt, ami nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy erről az ívről gyakorlatilag a szigetelésünk ne csusszon le. Ebben az egészben ez volt az egyik legnagyobb kihívás. A másik kihívás a vízelvezetés. Tehát, hogyha
elképzeled, ha a víz, tehát egy mondjuk nagyobb intenzitású esőnél elkezd lefele áramolni, akkor gyakorlatilag lemossa az erre elhelyezett különböző rétegeket, az ültető réteget, a növényzetet. Ezt is meg kellett valamilyen úton, módon fogni. És ez akkor ezek ilyen szupertitkos technológiák, te dolgoztad ki, vagy a mérnökök, vagy ez mit jelent a gyakorlat? Igen, tehát nyilván számított a költség oldala is ennek a kivitelezésnek, és ott jött be egy saját ötlet, egész pontosan emlékszem rá, hogy vasárnap reggel felébredtem, és akkor így bevillant, hogy így visszatérve erre a vízelvezetésre, hogy ezt hogyan lehet egyszerűbben, hatékonyabban, olcsóbban megoldani, mint ami a tervezőknek az elképzelése volt. És keresztül vinni a tervezőkön, ez nehéz dolog volt? Hát ez egy több hónapos procedúra ilyenkor. Ez úgy nézett ki, hogy vízterelő gátak vannak beépítve a rétegrendek alá, hogyha lejut a víz, ezeknek a gátaknak a segítségével összpontosul a lefolyókhoz a csapadék. Tehát ez nagyon sok helyen el van helyezve az épületen, és egyenletes arányba vezetik el az átszivárgó vizet. Én csak lépcsőt, fákat, padokat láttam, semmi. Nyilván igen, a végeredmény ez az, de hát én a szerkezet építéstől kezdve ott voltam, láttam ennek a felépítését. Na és ennek a vízterelő gátnak a segítségével értük azt el, hogy gyakorlatilag az összes vetélytársunk alá mentünk árba, de hát költséghatékonyságban nyilván nem. Tehát ez egy jó ötlet kellett, átvittük a megfelelő procedúrákon, mérnök szervezeteken, statikáztattuk, hőtechnikailag méreteztettük, és működik? Nyertünk. Mik a tapasztalatok? Hát úgy néz ki, tehát 22. február gyakorlatilag másfél éve nem kaptunk telefonhívást, hogy bármiféle probléma lenne. Na és akkor hát az adja magát a kérdés, az most mit hozott ez a cégnek? Gondolom, hát a céget már amúgy is ismerték országosan, de azért ez egy óriási marketing erő még szerintem, amikor egy ilyen sikeres alapprojekten vagytok túl. Igen, nyilván én azért ennyire, hogy mondjam, nem látom ebbe a marketing lehetőséget, csak most kezdek ráébredni, hogy ti is meghívtatok, ezt a díjat is megkaptuk. Mi ugyanúgy mentünk tovább a munkáinkkal, és igen, ennek köszönhetően kaptuk meg a következő, gyakorlatilag még nagyobb projektünket, az új atlétikai stadiont, annak is a komplett víz és az ehhez csatlakozó hőszigetelését, és ezen felül a korlátrendszereknek a kivitelezését is, ami cégünk végezte el. Végezte el, mert a napokban már gyakorlatilag az átadás zajlik. Ez is egy érdekes témájú beszélgetés lenne, hogy egy ilyen nagyszerű beruházáson is részt vett egy mosonmagyaróvári cég, de beszéljünk egy kicsit még rólatok, hiszen közelmúltban ünnepelt a cég, mégpedig a fennállásának a 15. évfordulóját. Ha jól emlékszem, hogyan tekintesz vissza a kezdetekre, mert te is egymagad kezdtél bele ebbe az egész munkába. Pontosan. Hát érdekes, mert a 15. évfordulónkat május 19-én ünnepeltük, a díjátadó meg 20-án volt, és 20-án volt napra pontosan 15 éves a cég, akkor jegyezték be 2008. május 20-án. Mamut léptek. Én nem éreztem ennek, én csak sorba raktam a dolgokat, gyakorlatilag igen, teljesen egyedül kezdtem el ezt a vállalkozást. Előtte, ezt megelőzően 5 évig voltam kint Ausztriában, gyakorlatilag egy szigetelő cégnél kezdtem, mint egy segédmunkás, aztán lett belőlem egy szakmunkás, majd lett egy brigádvezető, és gyakorlatilag Ausztriában a távolabb lévő dolgokat már ránk bízták, az én csapatommal mentünk a legkritikusabb építkezésekre. De ez egy óriási ív az ember életében is, tehát egy jó szakember nem biztos, hogy egy jó menedzserré válik, de valószínűleg, hogy most ezen az üzleti világban is megálltad a helyedet, hogyha a legnagyobb, legikonikusabb magyar építkezéseken használják a szaktudásokat.
Hát ezzel igazából most szembesülök így, hogy ezeket a dolgokat elmondod. Én belülről ezt úgy láttam, hogy gyakorlatilag józan paraszti ésszel mentem ezen az úton lépésről lépésre. Olyan 2-3 évvel ezelőtt éreztem már azt, hogy szükségünk lenne egy külső segítségre. Ezért tavaly évelején megkerestem az ország egyik legjobb szervezetfejlesztő vállalkozását, és nagyon rövid időn belül meg is egyeztünk, hogy a Lajta Duna építő és vízszigetelő Kft-t is úgymond, nem szeretem ezt a szót használni, hogy a multik működésének az irányába vigyék el, de sajnos el kell ismernünk, hogy a multiknak egy nagyon jó vállalatirányítási kultúrája van. Egy olyan vállalkozáshoz képest, mint az enyém, aki én nem tanultam se gazdasági oldalról, se marketing oldalról, hogy kell kezelni ezt a szakmailag elért helyzetet. Viszont jól tudod kiválogatni hozzá az embereket. Nyilván. Látszik-e arra, hogy merre van az útja a cégnek? Tehát nem tudom, hogy lesz-e még ilyen hasonló volumenű építkezés. Azt tudom, hogy az építőipar most stagnál, de inkább visszaesik. Szóval mit vársz a jövőtöktől? Hát én teljesen optimista vagyok. Én azt, hogy stagnál, meg hogy megállt. Nem érzed? Ezeket abszolút nem érzem. Nyilván a szakmailag elért sikereink, hogy mondhatom, hogy a sikereink, viszik tovább a dolgot. Most kezdünk nagyobb hangsúlyt fektetni a marketingre, tényleg ezeket kihasználni, ezekben a kivitelezésekben rejlő marketing értékeket. Meglátjuk, nem tudom, mi megyünk tovább. Arra a kérdésre, hogy merre látom a cég jövőbeli útját, hát eddig jellemzően alvállalkozóként dolgoztunk, mind a Néprajzi Múzeumon, mind az atlétikai stadionon. Most megpróbálunk egy kicsit önállóan, úgymond generálként működni. Aztán majd meglátjuk, hogy itt mennyire leszünk sikeresek. Zárásul a nemzetközi piac mennyire vonz? Kiléptetek-e már, vagy terveztek-e arra menni, vagy most az még nem? Az nagy falat. Hát nem ijednék meg ettől a kihívástól sem. Nyilván az azért az egy másik működési szint, mivel én voltam Ausztriában, és egyébként, mikor elkezdtem Magyarországon, Ausztriában is alapítottam 2 OG-t, ami Magyarországon egy BT-nek felel meg. Hát azért az egy másik szint, ezt mondhatom nyugodtan, oda fel kell nőni, meglátjuk, nem riadok vissza ettől sem. Azt meghiszem. A Néprajzi Múzeumon végzett munkájával a Lajtaszik Kft. Az évtetője Nívódi pályázaton ezt az elismerést nyerte kategóriájában, a tetőszigetelés szekcióban. Szívből köszönöm Babos Zoltánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat és beszámolt a részletekről, illetve a cégről. Köszönöm szépen, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, keresenek bennünket social media felületeinken. A viszontlátásra, viszonthallásra.